Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy érdekességet hoztam nektek, ugyanis találtam a Foramax jó voltából egy fejhallgatót, ami egy 7.1-es fejhallgató, és hát 10.000 forint alatti kategória. Olyan szinten 10.000 forint alatti kategória, hogy azt hiszem, egészen pontosak akarok lenni, akkor valami 6.890 forint, tehát 7.000 forint alatti 7.1-es fejhallgatóról beszélünk, ami hát azért valljuk be elég érdekes, szóval az ember azért a 7.1-re gondol, akkor nem biztos, hogy a 7000 forint jut eszébe elsősorban az e-fajta fejesekről. Úgyhogy meg fogjuk nézni, le fogjuk tesztelni. Tartsatok velem! Na itt is vagyok skacok, úgyhogy el fogjuk kezdeni kibontani, és meg fogjuk nézni, mit is tud a felhallgató. Viszont azt még szeretném kiemelni, hogy mind a két felhallgató világít. Ugye ugyanaz a típusról beszélünk, mind a kettő egy Elite H70-es felhallgató. Az egyik egy fekete színű, ez pirosan világít nekünk. Illetve van nekünk egy fehér színünk, ami pedig kéken világít. Én a fehér színűt fogom kibontani, mert abban jobban látszik az illesztés, és viszonylag jobban fogjátok látni talán a kamerában is, mint a feketét. Úgyhogy én a fehérnél maradtam. Úgyhogy szerintem akkor csapjuk neki és nyissuk kifele. A dobozáról egyébként annyit azt tudjátok nagyon jól, hogy a fejhallgatóknak a doboza az általában nem egy agyoncsicsázott dolog. Nem igazán szokták túlspirázni a dolgokat, fogják, van egy doboz, a hátuljára minden okosság rá van írva, aminek egyébként rá kell, hogy legyen írva, és utána meg egy ilyen, nem tudom, ilyen kartonszerűségből fogod és ki tudod venni a fejhallgatót. Nyilvánvalóan azért vannak mondjuk prémium fejhallgatók, amik nem tudom, szarrá vannak csicsázva, de az, az igazság, hogy nem a dobozt vesszük meg, hanem a fejhallgatót, szóval nekem személy szerint baromira teljesen mindegy, hogy milyen a csomagolása. Figyelj, egyébként egy teljesen jó kis tartó van hozzá. Úgyhogy részemről az a fontos, hogy wow, hogy a fejhallgató az normális minőségű legyen, és amit egyébként láttam is már a leírásban, hogy igen, flexibilis a mikrofonja. Ó, mik vannak itt? Na, viszonylag jól be van csomagolva egyébként. Na, megszületett kis Jézus. Így néz ki a fejhallgatónk. Ó. Ó. Nem is rossz. Egyelőre nem is rossz. Fogásra egyébként abszolút jó. Ugye többféle fejhallgató típus van, ez az a fejhallgató típus, amelyik majdnem, hogy teljesen rámászik a füledre, ezáltal sokkal jobban ki tudod zárni a külső zajokat. Ami nekem plusz pont, én nem szeretem azokat a fejhallgatókat, amik nagyon kicsik. Nekem viszonylag nagy a fülem, és mivel nagy a fülem, ezért nem tudom mindegyik fejhallgatót teljes mértékben rátenni a fülformámra, hogy kiszűrjem a hangokat, ezért vannak olyan típusok, amelyeknél mondjuk sokkal jobban beszűrődik a hang, mint én azt szeretném. Erre pont befér. És egyébként tényleg igaz, amit mondanak róla, hogyha fölteszed a fejedre, olyan, hogy nem éreznéd, és még nem is áll rosszul. Jó, skacok, ez egyelőre nem rossz. A fejhallgató maga iszonyat könnyű, de ha komolyan mondom nektek, nagyon durván könnyű. Tehát én kevés ilyen könnyű fejhallgatót fogtam életemben, mint ami ez. Nagyon jó! És tudjátok, mi a durva benne? Általában a fejhallgatóknál hiba szokott lenni az, hogy ez a bizonyos fejrész, ez ugye fix műanyag. És elég stabil műanyag szokott lenni, és hogyha esetleg szét akarod húzni a fejhallgatót, akkor el szokott recsenni. Abszolút nem érzem ezt. Tehát nagyon-nagyon ruganyos. Látjátok? Nagyon-nagyon ruganyos. Remélem, nem fogom eltörni. Iszonyat ruganyos a fejhallgató, és nézzétek, most nézem, hogyha húzod tovább, akkor jön belőle még. Szóval ez, eskacok, ezt tuti nem fog nektek eltörni. Szerintem ez még akkor se törne el ott fönt, hogyha rámennék mondjuk a székkel. Jó, nem megyek rá azért a székkel. Na, menjünk tovább, fölvesszük, nagyon-nagyon könnyű. Mikrofon. Gyerekek. Nagyon jó. Ugye ezt hívják flexibilis mikrofonnak, amit fogod, és bármikor, bármilyen pozícióba be tudod rakni. Hogyha nem használod, vagy nem kell, vagy hogyha nagyon-nagyon lihegős vagy, akkor kicsit arrébb viszed. Erre is volt pár példa szerintem, illetve hogyha szeretnéd, akkor közvetlenül ugye szádnál is tudod alkalmazni. Ez nagyon jó egyébként, ezt nagyon szeretem. Nagyon sok fejhallgatónál ez is hiba egyébként szerintem, hogy fix a mikrofonja. Vagy ezek a lehajtósak, vagy pedig ugye ezek a kihúzósak, amik még relatív jók, mert
ott van az a lehetőség, hogyha mondjuk nem akarod használni. A legjobb egyébként az, mondjuk, hogyha kihúzós az egész. Tehát mondjuk egy Jack Dugóval. Mert én például, ugye mivel streamelek meg videókat csinálok, ezért nekem gyakorlatilag nem szükséges mikrofon. Viszont ebben az esetben, hogy el tudod különíteni, tehát nincs ott, akkor így nem zavaró. Engem nagyon zavar, ha mondjuk fixen valami ott van, itt abszolút nem zavar. És a Jézusom, gyerekek, mi? Atya úristen! A kábel! Most nézem. Lehet, hogy ordibálni fogok, mert fenn van a fülemen, és elég jól zár egyébként, kifele a hang. Iszonyat vastag. Ez nagyon kemény. Életemben nem láttam még ilyen vastag fejhallgató kábelt, kacok. Komolyan nem láttam még ilyen. És nem is olyan hosszú. Itt fontos figyelni a fejhallgatóknál arra a tényre, hogyha nagyon-nagyon hosszú a zsinórod, akkor nagyon sok helyre beakadhat és összegubancolódhat. Tudjátok, ezek a pici, vékony zsinórok, amik általánosságban szoktak lenni mondjuk a fejhallgatóknál, nagyon gyorsan kavarodnak össze-vissza, és tudnak vele ilyen csomókat csinálni, illetve nekem folyamatos probléma az, hogy nagyon hosszú a kábelem, és állandóan beleragad a széktámlámba. Illetve nem, vagy a széktámlámba, vagy pedig ide alulra. Itt egyiket se érzem, ezen gyerekek, ezen rá se tudna gyalogolni a szék. Ez nagyon jó. Jó, szóval zsinórból 10-es, tehát 10 per 10-es. Erre nem tudok mit mondani. Ezt, aki eltöri ezt a zsinóros kacok, az nagyon király. Komolyan mondom, ezt én még lehet, hogy hát jó, mondjuk ollóval azért el tudnám vágni, de nagyon stabil. A fejhallgató iszonyat durva meglepetés egyébként, mert nagyon-nagyon könnyű. Van itt oldalt egy hangerő szabályzó, ez nyilván lehetne kicsit etikusabb is, meg kicsit jobban is megcsinálva, de a lényegen nem változtat, mert tehát mégiscsak egy 7000 forintos fülesről beszélünk, bocsánat, 6850 forintos fülesről beszélünk, ami azért magában hordozza azt, hogy bizonyos funkciók nincsenek mondjuk prémium kategóriás szinthez igazítva, de azt gondolom, hogy aki mondjuk ezt a kategóriát választja, tehát legyünk mondjuk őszinték, tehát hogyha te hasonló füleseket nézel, akkor valószínűsíthetően nem feltétlenül tudod megvásárolni mondjuk a prémium kategóriát. És ez semmi probléma nincsen ezzel, azt gondolom, hiszen vannak olyan márkák, akik pontosan ezt a piacot fedik le. Tehát Magyarországon azért lássuk be, nagyon-nagyon sok gamer nem tud megvenni 60-80-20 ezer forintos füleseket. Sajnos vagy nem sajnos, egyszerűen nem tudják megvenni, mert drága. Tehát drága. Ezért jöttek be azok a fülesek, amik tulajdonképpen ezt a piacot próbálják meg egy kicsit olcsóbban megcsinálni. Amit szerintem a Spirit of Gamers egyébként nagyon jól csinál, mert cserébe, hogy olcsóbb, nem az a nagyon-nagyon gagyi formációval rendelkező dolgokat csinál, és az nekem nagyon-nagyon tetszik. Tehát mindenből azért elvették kicsit a pro dolgokból, mint például ez nekem nagyon tetszik, hogy ki tudod húzni. A kábel használat az iszonyat jó, tényleg. A mikrofon az nagyon király, és tényleg amikor fölveszel a füledre, akkor abszolút nem érzed. Szóval nekem most jelenleg, ahogy így kibontottam, nincs az a nagyon-nagyon gagyi érzetem, hanem egy minőségibb fülest érzek magamon. A hangzást azt még nyilván egyelőre nem tudom, de hogy kényelmes. És jó. Úgyhogy egyelőre ezen a teszten átment, most be fogom dugni, ja, és a legfontosabbat nem mondtam el, skacok. USB-s, nagyon jó, nagyon jó, jól viszi a hangot, úgyhogy az nagyon-nagyon fontos. Be fogom dugni, és nézzük meg, mert elméletileg van hozzá egy program, úgyhogy teszteljük le. Szóval a lényeg az, hogy vannak különböző equalizerek, amik equalizerek segítségével még jobb hangot tudsz magadnak biztosítani. Most látod például, hogy a mikrofont is tudod állítgatni, a hangerejét, tudsz hozzá plusz boostot adni, akkor tudod custom battle-ra tenni, tehát az, hogy mondjuk nyomógombos legyen, virtuál 7.1-et le tudod itt tesztelni például, nagyon jó. Na én most pont levettem a hangját, mert nem akarom, hogy bezavarjon, de iszonyat jó, tehát nagyon jól lehet hallani, meglepően jól lehet hallani egyébként ezeket a 7.1-es hangokat, úgyhogy én azt mondom, hogy egyelőre ez működik. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a fülest. Én nagyon örülök neki, hogy találtam ilyesfajta fejhallgatót. Mert hogy ezek a fejhallgatók azt gondolom, hogy valamilyen szinten azért viszik előrébb a piacot, mert hogy egyre jobb minőségben tudnak, egyre olcsóbbat. És ez szerintem nagyon-nagyon jó, főleg nekünk felhasználóknak. Szóval összességében véve egyébként itt világít, nem tudom, hogy mennyire látszik. Igen, hát sötétben jobban látszana. Összességében mindenképpen ajánlom ezt a fejhallgatót. Olcsó fejhallgató,
nagyon-nagyon jó az anyag használata, nem feltétlenül az a nagyon durva prémium, viszont mindenből megpróbáltuk egy kicsivel nagyobbat csinálni, ami szerintem nagyon jó, mert a tartosságát mindenképpen növeli. Tehát nekem ez a kábel, ez iszonyat. Ez nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen vastag, és a teteje is, hogy nem csináltak neki egy ilyen kis műanyag keretet, hanem csak ilyen ruganyos, nem tudom ez micsoda, ilyen gumírozott valami, ami szintén nem tud eltörni. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy vegyétek, mert jó. Lent van a link a leírásba, nézzétek meg, skacok. És hát mondom, ára az gyakorlatilag, hát 7.1-es füles tekintetében én azt gondolom, hogy verhetetlen. Nagyon-nagyon jó, úgyhogy mindenképpen ajánlom. Hogyha tetszett ez a videó, skacok, akkor ne felejtsetek el dobni egy hatalmas nagy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára a hasonló tesztvideókért, illetve a külön live-okért, külön videókért, és hát nézzetek meg Instagramon is, az pedig a Kukac Jusu TV. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk egy következő videóban hamarosan. Én Jusu voltam, és sziasztok!